tép nagy libák milyen fajta ez? Magyar lúd. Magyar lúd? Ja, értem. Ön van vele. Mennyibe kerülnek egyébként? 8 és 10 ezer forint. Búvos magyar kacsa. Szépek. Mennyibe kerülnek? 7 ezer forintba kerülnek. Értem. És ők is azok. Igen. Szépek. És ők már libáknak tűnnek. Így van, ők bükkös ludak, afrikai bükkös ludak. Afrikai bükkös ludak? Gyerekek, igen. Megőrülök. És ők mennyibe kerülnek? 7 ezer. Volt. Aha, el kellett? Igen. Sándor? Ó, nagyon szép. A nagy Sándorról hallottam már, nem csak mint hadvezér, hanem papagáj. Sejem család? És egy, igen. Egy kis Sándor mennyibe kerül? Színmutációtól. Mitől? Színmutáció? Uramisten. Hát úgy mégis átlagosan, közepesen. 30-tól a csillagos ég. 30-tól a csillagos ég. De messze 200 ezer ér. 200 ezer ér is. Úristen. Tyúk. Páva tyúk, amennyire látjuk, ugye? Most és ők van. Mennyibe kerülnek? 30 ezer. Nem simja indiai pávák. Aha. És akkor van kakas is köztük? Igen. És a kakas drágább? Kedves aranyos árusok, megengedik, hogy filmezzem őket, köszönöm szépen. Valóban, hogy mondjam, méltó párok egymáshoz. Ezt jól mondtam, ugye? Lassan 20 éve, igaz? Hány éve? Lassan 20. Ó, meg gratulálok, gratulálok. Jól bírják. Ez szépek az állataik, ezek is gratulálok. És hallom, hogy párba árulják a pávát. Egy pár mondjuk mennyibe kerül? 60 ezer. 60 ezer? Ez egész reális ára, ahogy látjuk a világot. Attól függ. És van belőle sok? Hát nincs olyan sok. Nincs olyan. Csak ilyen kis hobbi szinten inkább. A papagájuk is hobbi szinten? Azok is hobbi szinten. Hát jó hobbi, gratulálok, és további erőt és egészséget hozzá. Köszönjük szépen. Igen, ők páva csibék, ugye, ha jól látom? Igen. Mennyi idősek? Hát ezek idejiek, 4 hónapos, 5. 4-5 hónaposak? Igen. És vegyesen fiú-lány? Fiú-lány, így van. Értem. És mennyibe kerülnek? Hát ezek 25 ezer forint. 25 ezer. Ezek spalding. Pávák, fekete szárnyú. Aha. Jávai zöld. Értem, nagyon aranyosak. Azok különleges. Értem, fajta. Tehát nem egy általános. Hát nem az indiai kékpáva. Értem, az egy általános megszokott az indiai? Hát azt ismeri mindenki. Azt ismeri. A jávai zöld eleve világviszonylatban se nagy számba fordul elő. Értem. És szóval azért az árva is komoly. Köszönöm szépen. Kívesen. Hát ott is így néznek ki. Felnőtt korú. Igen, amennyire látható. Ami már ivar élet volt, éppen most lékelgés. Köszönöm. Dolgokat árul ez a kedves árus a páván kívül is. Így van, hát ott is az a szekerce, ugye az is már egy ilyen régi. Igen, és fel van újítva? Persze, ez teljesen felújítottam, ugye hát a nyelek nagyon komoly azon is. Ez a fényezés, ez ön saját magától ilyen az anyag, vagy valamivel krómozva volt? Az a maga vasanyag? Igen. Ja semmi, ez csak föl van csiszolva. És ilyen fényes lett? Persze. Hát erre elég, hát például itt van ez-e. Hát ez is egy brutál rozsdás valami volt. Értem, hogy... hát teljesen olyan, mint a krómozva lenne. Hát nem. És mennyibe kerül mondjuk ő, amit tart a kezébe? Egy 25. 25, értem. És ez dolgozni is lehet vele? Vagy hát együtt... ez nem vizé játék, ezzel lehet dolgozni. Ez nyugodtan, ezzel lehet hát, nem dísz, vagy... hanem valódi a cél. Hát ez volt, persze. Ráadásul ez egy német. Német gyártmány. Német, persze. Abban mindig jobban bízunk minőségileg? Hát ez minőségre sokkal komolyabb, így van. Ja. Oké. Okay. Hát köszönjük szépen, és jó árusítást önöknek. Hát köszönjük, hát legyen a webhódó. Igen. Közönséges háztáin nyúlok? Kaliforniai? Bocsánat. Mennyibe kerülnek? 4 ezerre van. 4 ezer. És a kicsik? Azok meg 6 ezer. Azok meg. Igen. Ja, az törpe nyuszi. Az... Bocsánat. Nagyon aranyos. Gyerekeknek játékszernek lehet venni? Nem harapja le az ujját? Ja, hallottunk már ilyen, vagy láttunk is. Az házi kedvenc, az csak is ujját. Végig is megteheti. Répa helyett az ujj.
Köszönjük szépen, jó árusítás. Milyen fajta galambok ezek? Porotás. Milyen? Parókás. Parókás? Aha. És különböző színben, vegyesben. Mennyibe kerül egy ilyen galamb? 20 euró. 20 euró, aha. Szuper. Jó árusítást! Köszönöm. Mondja az árus, hogy egy jó madárod árus. Hál' Istennek! És ez a papagáj mennyibe kerül egyébként? 120 ezer. Mi a neve? Szenegáli. Szenegáli papagáj. Uram! Nagyon szép. Jó árusítás! Mint egy nagyon szépet. A Rozell vagy Rozella? De az biztos. Rozella. Az nem ennyire drága. Papagáj. Hát ez király valóban. Nem semmi. És ő mennyibe kerül nevéhez képest? 50 ezer. 50 ezer? Olcsóbb, mint a Szenegál. Érdekes. Nincs értéke a királyságnak. Nincsen értéke a királyoknak? Német óriás, hát tényleg óriás, Nyuszi. Ez már ijesztő, nem? A kutya megijedt tőle, ugye? A kis kutya. Ezek még fiatalok. Fiat. Úramisten. De a fülük is óriási. Mennyibe kerül egy ilyen, Nyuszi? 30-nál kezdődik. Ez igen. És ezt meg is lehet enni? Kicsit drága vagy. Ez a rózsaszínű papagájnak mi a neve? Rózsa? Burki. Burki? Aha, és mennyibe kerül ő? 8000. És a többiek ők általánosak? Katalin. Milyen? Katalin? És ők mennyibe kerülnek? Hát ő 10, illetve 8. És 8. És ez a zöldek? Az a kis sándorok. Ők a kis sándorok, és ők mennyibe kerülnek? Ők 20 000. Aranyosak. És itt a pirosak? Gazella. Őrölet, hogy milyen nevek vannak, le vagyok nagyon maradva. És ők mennyibe kerülnek? 15-be. És az aranysárga? Az kék homlokú fűpapagájnak egy mutációja. Kék homlokú? Kék homlokú fűpapagáj, annak egy mutációja. Mutációja. És alatta viszont azok pintek, ugye? Igen, friss pintek. És ők mennyibe kerülnek? 3000. Köszönöm szépen. Most még van a veré papagájok. És ő mennyibe kerül? 7-8 ezer. Ő is különlegesnek számít? Ritkaság. Értem. Arról meg Nagy Sándor. Ez a nagy, ez pedig a Nagy Sándor. Hát igen, ő szép. És ő nevéhez méltóan mennyire kerül? Mennyire lehet a Nagy Sándor? 45 év. 45 év. Nekünk is fiú van. Most így kell a lány. Hát, hogy lehet a kezemet az elejét? Ja, amennyire értek hozzá, azt hittem, hogy Nagy Sándor, ehhez képest törpe arany. Tudom már, hogy az elejét. Ezt már ugye nem mered már egy hősülésre, hogy ami ott van, Szenegál papagáj fölül, abban az emeletekben, azok fiókák, és az kérdezik. Azt meg lehet. Kézzel nevel. Kézzel nevel. Mennyibe kerül egy ilyen? 5000. És itt a többiek, ezek milyen, ezek ilyen vegyesek? Nem, azok is kosorú. Ez mind kosorú? Ja, bocsánat, csak más a színű. Aha. Ezek meg holland törpék. Ők a holland törpék. Nagyon édesek. És ők mennyibe kerülnek? 5000. Mindegyik 5000. Értettem. Van kíváncsi, Nyuszi. Az is törpék? Az nem. Kakos állítólag. Én nem tudom, hogy hol látszik. Ezek rajta. Kukok. És ő például? Az is kakos. Ezt honnan tudod? Most éppen elbújt. A tarajából. Hát ez képes. Az kokosat, igaz? 40 ezer forint per darab. Az
És így néz ki a tyúk. És a tyúk olcsó. A bráma, tyúkok, nehogy rosszat mondjak. És éppen kakas. Éppen kakas, az jó. Aha, ott a kicsi. Az a csirke. Csirke, jaja. Nem? Ja, a kicsi fajta. Értem, értem. Kopasz nyakú törpe. Igen, igen. Hát csak onnan tudom én. Ez nézd már nálam. Ez a fekettél. Látom, ez fűr. Igen. És ez még kicsi. És megnő, vagy ezek kora? A tojáska is pici és nagyon egészséges. Az, igen. Mennyibe kerül egy ilyen? Hát most ez így párban van, mert két tojó és egy hím, ez így 20 angolra, ezek meg cofosok, ez meg 10. Ez is párban van. Ez is párban van, és 10 000? Igen. Aha. Óra, és viszont nyúl. Tehát értem. Hát lehet íni, kozmetikázni. Uram, Pesten. Mennyibe kerül egy ilyen? Ez darabja 20. Darabja 20 000, és ezek is vannak párban? Ez nincsen párda. Nagy mamámnak is voltak ilyen, és tudom, hogy... Csinos hölgy tart a kezében mit is? Mi ez? Dinoszaurusz. Dinoszaurusz. De úgy tűnik, mintha fából lenne valóban? Fából van, igen. És akkor hogy készítik? Darabonként van kivágva. Igen, egyenként. Uram, igen, egyenként vannak a darabok kivágva, lecsiszolva, és össze vannak építve elemenként. De nincs ragasztva, tehát szétszedhető, és újra. Olyan, mint a gyerek. Játék lehet szétszedni, és nagyon aranyos. És mennyibe kerül? 2000 forint. 2000, hát annyira ajándék, esküszöm. Ennyi munkával, és közben szép is. Hát gratulálok. Köszönjük szépen. Ez segítsen, ez tücsök, vagy micsoda ez? Szerintem tücsök, igen. Tücsöknek tűnik, ugye? Igen. Aha, tücsök. Az, igen. Hát azért nem semmi. Vagy nem. Lovacska. Nem. Kisló, ugró. Tücsök. Ne szóra. Most már aztán komolyan beszéljük meg, hogy akkor... Hogy akkor... Akkor tényleg micsoda is ez? Hát tücsök. Hát tücsök. Csak az. Jól van. Ez rengeteg munka. És nagyon. És ő mennyibe kerül? Ez is 2000. Ez is 2000. Hát szerintem ki kellene írniuk, hogy 2000, és akkor elvinnék, mert így nem tudják. Szoktak inni, volt más igen? Állat is. Na, hál' Istennek. Ezek van a gratulálok, és további minden jót kívánok. Köszönjük, nem az én érdemem a párom. Csak drágább. Madár, etető borovi fenyőből, az azt jelenti, hogy bírja az időjárást, ugye? És ezért igen, is le van kezelve, le is van kezelve. Is, tehát vízlepergető is. Aha, és ezért 10 000 forint. Igen. És akkor ő a hagyományos? Hát ő hagyományos fenyőből van. Ő 8000 forint. Ő 8000. Mindegyik külön technikával készült, ez például csapolva van. És aha. Mennyire látszik. Igen, igen, látszik. Mindegyik máshogy készült. Hát, gratulálok, ügyesek. Mandarin kacsa és idei fióka. És mennyibe kerül egy ilyen? Hát, már igen. Ide rítenem, hogy 10 000 forint a kacsa. Csak akkor lesz a kutvász. Sejem, vagy ez a nevi kutvász. Sejem. Hát nem csak látszatva a nevi kutvász. Mennyibe kerülnek ők? Kínai sejem. 5000 darabja. Nagyon érdekesek. És ők is azok, ugye? És ezek is csak más színűek? Igen. Mind az. Aha. Színe más. Sőt, még ilyen sárga színű. Liszt kukac. Hoppa. Liszt kukac. Liszt kukac. Tudod, minek liszt? Nekem. Nem. Nem. Gyász bogár lárva. Úristen. Itt van víz, meg ilyen tündérek. Töpe, hörcsök. Igen. És amit sünik. És ez mi? Sünike. Jaj, ez szúr. De nem. Kígyó, hogy mi ez? Gyík. De azokat sünik. Mennyibe kerül egy töpe, hörcsök? 1000 forint. 1000 forint.
Sünikék szépen rejtőznek, és 12 ezer forintba kerül. Azok az agámák. Agámi, uramisten. Olyan, mint a gekkó, nem? Én hasonló, csak más állások. Aha, és ő a gekkó. 10 000 forint, ha jól látom. Igen. Viszont ő nem élne meg csak... Hát igen. Télen ő nem él meg csak bent, ugye? Ez a meleg helyen. Ők pedig a tücsköt. Hóha, ez melyik volt? Valenti volt, jesszus. Na mindegy, így jártunk. Ez ilyen... milyen fajta ez? Bráma. Ez is bráma, jó, bocsánat. Mennyibe kerül? 8000 forint. 8000. Szép. Ezt a kitolást, hogy mindig a másik kukorékol. Na most már jó lenne az is. Igen. Na, ezek nagyon szép ilyen búbos csirkék, ha jól látom. És itt pedig pulyka. Három felet adott, de az hullás volt, mi keverék? De választottam egy egész udvar farmat. Dízbaron. Dízbaron. Azt nem esznek. Ez a papagáj, ez gyönyörű? Gyönyörű, az még fióka. Ez a neve, hogy gyönyörű? Nem. Fióka. Nem, fióka. Fióka. Hát a színfüggő. Színtől függő. Barát papagájok. Kézzel nevelt. Kézzel nevelt, ez kíton ér még egyelőre, látom. És mennyibe is kerülnek? Hát ez attól függ, a kéken 20, akkor 30 ezer, a zöld az 20. A zöld az 20. Kék homlokú amazon papagáj, szép nagy. És ő mennyibe kerül? Ő 220. 220 ezer. Még nőni fog, igaz pici? Még pici, nem? Ő 7 éves ivar érett. És beszél? Nem beszél. Hál' Istennek, van, aki beszél. Lépeleget. 300 euró, értem, ő a fehér páva. Silver. Aha. Van vegyes. Ez milyen fajta kacsa? Holland törpe réce. Holland törpe réce. És ők fiúk ezek szerint? Igen. És a lányokat elvitték? Mert a lányok mindig kapósabbak? Igen. Jó, köszi. Mennyi... Hamar elkelnek. Oké, okay, és mennyibe kerül? 3500. Köszönjük szépen. Fehér, szép, nagy. De mindjárt. Egészséges fiatal ember. Hál' Istennek. Ön árulja ezeket? Ez ő mennyibe kerül? Ja, értem. Na mindegy, ezt majd később. Magyar is. Egy román fiatal ember árulja, akit Dánielnek hívnak. Dániel Csicsa. Oké, okay. Hát Isten értesse, és további jó árusítást. Indiai páva, 20 ezer, viola, 40 ezer. Babics füge. Ami még kint van. Brazil guava. És ezek így néznek ki. Az például horgányát a kínai datója van. Aha. Olyan. És már rajta van a datója. És ezek a magtövisek. Mango, íztat. Gránátalma. De gyönyörű. Ez egy kicsoda.
tornárok, és árulják ezt a fávát. És mennyire, ezt már megkérdezik? Nem, nem kérdezik. Aha. Hatalmas. Hófehér fáva, és ez egy család. 24 ezer darabja. Azt jelenti, hogy ő van köztük fiú. Igen, egy fiú és két lány. A fiú és két lány. Középső a fiú. Igen. Furcsa egy liba, az biztos. Román. Román liba, igen. Szép, nagy. Indiai rezgő, nyakú, érdekes. 3000 forint darab. Arany pirók. Érdekes galambocskák. 3000 ér szintén. Semmi. Fodros galamb. Most pont a patkányítószáv óta, kérdezőle. Ő pedig van terteni. Mert le vagy szemben. Hogy mondja? Csoki. Csoki selyen makács. Múlt héten adtuk el az utolsót. És az égről, földről nem bírtunk szerezni. Nagyon akartunk hozni, igen, mi is. Én is keresem már harmadik éve, és mindenhol nagyon várják. Mi az, hogy Csoki? Az, Csoki terem rajta? Számos csaklit, ilyen bordó, gyönyörű, egész sötét bordó színe. Ja, nagyon... Tehát nem terem Csokit. Nem. Sajnos nem. Sajnos nem. Talán ilyen fát akkor el fogunk termeszteni biztosan. Jó napot kívánok! Horvát. Horvátok, járulják. 40 euró. Euró a pár. Párban. Értek. És ő micsoda? Galamb? Vagy mi ez? Hogy is hívják? Hémán galamb, megfejtettük a horvát kollégától. Szép, érdekes. Gyémán galamb vagy gerle, gyémán kell is 10 euró darabja. Akkor ezek szerint az is csak nagyobb? Nem. Az másfajta. Valami mérhetetlenül sok galamb tömegre is, és választékra is. Fantasztikus. Silvera? Silver. Aha. És ez a tiszta fehér? Az meg csak fehér. Melyik mennyibe kerül? Hát a fehér 15 000. Fehér 15 ezer. Az is 15. Az átlagos, igen. A szilver már 40 ezer, értem. Az első az meg 60. Az első az a 60? Igen. Húha, kisebb a 40, érti. Az már 2 éves, igen? Egy pár kalin az 40 ezer forint. 40 ezer. A szürkéből. 20 ezer a másik. Melyik városból tetszett jönni? Maros-Vasárhely. Hát, akkor perfekt magyar. Oké. Okay. Hát, igen. Tudom. Szép fácánok. Aranyfácán. Aranyfácán, én csak sörben ismerek. Ezek valóságban is van, ezek szerint. Mennyibe kerül? 10 000 forint. 10 000 forint. Meg vannak gyűrűző, hogy ne csüppedjék egymást. Ők ilyen más színűek. Oké. Az kakas, igaz? Ő egy kakas, és ő egy átlagos, vagy valami különleges ő is? Piet. Milyen? Piet, úgy hívják. Piet. Piet. És tarka. Igen. Nagyon szép, gratulálok. És ő mennyibe kerül? 25 ezer. Aha. Hát akkor. Nagyon szépek ezek a fácánok, és meg is eszik őket? Őket nem. Őket nem. Őket nem. És van olyan, amit megesz? Vannak, persze. Van olyan is. Aha. Őt azért nem. Hát gratulálok, nagyon szépek. Jó árusítás. Köszönöm szépen. Gyönyörű fehér páva. 40 ezer. Igen. A szépséget meg kell fizetni. Koi, pontyok. Azok 2000 forint. 2000. Azok 7-50. Holmagari. Uram Isten, tehát ő még kicsi. És orosz milyen típus? Orosz holmagari. Húha, azt én nem... Mindegy, holmagari. Fantasztikus, na, és még nagyobbra nő. Tizenhány kiló? 14 kilósra nő. Úristen. Érdem szintén. Nagyon szép. Mennyibe kerül egy ilyen? Mennyibe kerül? 50 ezer forint. 50 ezer forint. Hát szép. Tyúk lód.
ausztrál madár. Nem tudom, sok mindent láttam, de ezt ilyet még nem. Fantasztikus. Különleges. Mennyibe kerül egy ilyen? 80 000 forint. Fiú vagy lány? Ez fiú. Mindenhol csak fiúk maradnak. Itt van egy másik különlegeség. Rőtes fejű lúd. Liba. És ő mennyibe kerül? 60 000. Ő olcsó egy kicsit. Kicsit meg is filmezni ezekben a szögekben. Törpe kanadai. Ez maga törpe. Ez ettől nem lesz sokkal nagyobb, a másik sokkal nagyobbra megnőtt. És akkor ez pedig milyen ez a másik fajta? Hó. Lúd. Hát öreg ember nehezen érti már, na mindegy. Nyuszi, ez ilyen is marad? 90 dekkel szokták. 90 dekkel. Törpe nyuszi. Mennyibe kerülne? 5000. Nagyon édesek. Mandarin. Kacsák. Vegyesít. 30 000 forint párja. Már igazán szép nagy nyuszik. Milyen fajta? Óriás kosorú. Óriás kosorú. Ez igen. Nagyon jó. És nem ugrik le az asztalról? Nem, szelédek. Ilyen szeléd. Tök jó. Mennyibe kerül? 8000 forint. 8000 darabja. Nagyon aranyos. Köszönöm szépen. Szívesen. 40 000. Kékszínű kis Sándor, papagáj 40 000 forint. Tudják, fiú vagy lány? Ő lány. Csak a zöld ott fölül, jobb sorokban ő milyen? Ének fölül. Bellát. Ajaj, értem, és hogy nem, de mindegy. És ő mennyibe kerül? Egy pár. 70 000 egy pár. Tartsak, igen? Milyen? Rubino. Rubino, ez a nevű? Rubino Rosella, igen. Szép. És ők mennyibe kerülnek? 12. Köszönjük szépen. Tívesen. Amit annyira kerestünk, most látunk először itt a bőrzén arapapagájt. Hatalmas, szép nagyon nagy állatok. Szép. 450 000 forintba kerül a darabja. Homlokú amazonok, és ők mennyibe kerülnek? 220 000 forint. Nem semmi. Gyönyörű, sok kacsa van, és nagyon jó helyen van, nem akarsz el hazavenni ebből, ugye nem akarsz. Mandarin és Karolin, de ez biztos. Egyes vadászgörények, 3-4 hónaposak. És mennyibe kerül egy ilyen? 15 000 forint. Nagyon értelmes. Harapna? Csak haugon. Igazából van benne szelidebb is, de készhez lehet, hogy a szomizál. Ami a képen látható, az egyetlen helyen zsákmányolt patkányok. Egészen elképesztő. Itt van olyan egy pár. Fajta ez? Ez a fütyülőlúdak. Fütyülőlúd? Ez komolyan fütyül? Ő fütyülni fogok, igen. Jézus Mária. És nagyobb lesz? Nem, ők ekkorákos. Hát én megint szerencsétlen vagyok, erre megvette, tessék elképzelni. Otthon fütyörézik. Önpárja az önnevelésem. Jézus Mária, szerencsétlen alatt vagyok. Német fajta, de nem bírom kimondani. Milyen? Koly? Kajuba. Kajuba. Na jó, hát legyen az. Nagyon szép, nagyon különleges. És ő mennyibe kerül? 10 000 forint darabja. 10 000 darabja. Nagyon szép. Látod, szépek, különleges. Is. Sok különleges bögrét látunk mindenkinek ízléséhez tényleg. Szemszájnak, ingére, minden fajta. Szép. Jó, van, megyek be. Ez a kép. Különlegeség közül egy fiatalkori kép magamról. Verzikoron, valami ilyesmi. Nem. Verzikolor. Verzikolor. Na, jó, majd csak megértem. És mennyibe kerül ő? 25 000, és ilyen kicsi marad. Vörösvállú. Vörösvállú? Igen, vacsínű, vörösvállú, meg ez is. Őrvet. És ő mennyi?
Ő 18. 18, és várja, ők... Várja, hogy berepült? Várja. 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 18. És mellette ez a búbos? Az a Karolin. Ő a Karolin. Bond Karolin. És ő mennyire körül? Pati? Ő 30. Bold Bizni? 30. És akkor van a fehér mandarin. Fehér mandarin. Ő pedig 30 ezer. És ő pedig a sima mandarin. Sima mandarin sárga tojóval. Sárga tojóval. Hát, az már liba. Igen. Pikkely orru. Ez is fütyülős. Ez is fütyülős. Uram Isten, és ő mennyibe kerül? 45 ezer. És vannak, kedves kollégónak, mennyire egyet? Mennyire egyet őket? 1500. 1500-re kerülnek darabja. A leges szumátrai fekete tyúk, jól mondom? Tyúk. És hogy gazdája megenged, hogy filmezzen. Mennyire adja őket? 6000 forint. 6000 darabja. És mit lehet róluk tudni, hogy ezek mennyi idősek például? Hát ezek idei. Idejek. És növendékek. Akkor... Aha, és nőnek még? Vagyne természetesen. Hány kilós lesz körülbelül? Hát olyan 2-3 kiló. 2-3 kilóra nőnek még. De nagyon szépek. És a többiek? Ez a sárga, ez milyen? Orpinton, bocsánat. Orpinton, aha. És ők mennyibe kerülnek? Ő is 6000. 6000, ő is. Ő is növendék. Ő is növendék még. Hát ők sokkal nagyobbra mennek. 5-6 kilós. 5-6 kilós, igen. És ez a kakacsák? Az a holland törperécé. Holland? Holland törperécé. Törperécé. És mennyibe kerül? Vannak 7000 forint darabja. 7000 darabja. És ő is az a fajta, csak igen, más színű. Más mutációból. Értem. Milyen volt a műsor? A nyakamba? Nem. Nem. És milyennek a neve? Gabona Sikló. Gabona Sikló. Milyen hosszú ez? 1,20-1,30 körül lehet. 1,20-1,30, nagyon szép. Hát azért van, aki fél tőle, ugye? Persze. De nem halálos. Há, nem. Arabós egyébként. Igen, és mennyibe kerül? 8000 euró. 8000 euró. Nagyon érdekes különben, szép. Hogy ezek mind siklók, ugye? De ez csak siklók. Csak siklók. Mennyi fajta van? Igen. Csertő Gyula vagyok. Szevasz, kecskemét. Annyira nehezen ismert, hogy itt állunk, elbénáztam. Görög szárazföldi teknős. Mert mindegyik csírás volt, mindegyik nem volt csíra, mindegyik elég volt. 75 ezer forint. Pici teknősök, nagyon édes. Mert igen, ők pedig 12 ezer. Vizes kertetőbe keltettem. De sarkantyús. Nekem ez görög, igen. Biztosan. De ebben a páramérős, hogy jó tudod figyelni azt is. Hány fog kell? Ne legyen fagy. Ne legyen, csak ennyi. Ennyi. Milyennek a neve? Vizi játszín. Ez a vizi játszín? Vizi játszín. Aha. De az amúr megeszi? Nem. Az amúr nem eszi meg. Megeszi az az átkozott amúr, az megeszi. Nekem a vizitöket is zabálják fele, mint a disznó. Mennyibe kerül egyébként? 1500 forint, kisebbek 1000-es. Aha. Ja. Szép egyébként. És ennek virágzik is? Virágos kék. Aha. És ezek már a kölykei. Kenyér, az nem áll elekként. Innét is volt egy. És az ennyi víz elég neki. Igen. Hát úgy, legyen nagyjából tele. Hát persze. Úgy, hogy gyütere legyen benne. Igen. Most azért, hogy víz. Azt mondja, hogy a zöldön kívül még galambokat is. Igen. Tartanak, illetve árulnak is. Mennyi? 1500 darabja? Jól látom. 1500-2000 fiatalok. Ah. 1500. Igen. Hát nagyon szépek. És tessék mondani, hogy mivel foglalkoznak egyébként még otthon ezen kívül? Vannak virágok, díszpaprika, chiliből is több fajta. Itt mutatja nekem, amennyire lehet ugye látni. Igen. Hát nyilván azért nem tükröződik, de tök mindegy. Szóval én úgy látom, hogy nem unatkoznak önök otthon. Nem. Virágokból is több fajta, évelősek. És nagyon szeretik, gondolom. Ez látható. Szemmel látható. Igen, a madarakat is, a növényeket is. Hát, vízi növénytől kezdve minden. Csak gratulálni tudok, és csak így tovább, és jó egészséget kívánok. Köszönjük szépen!